megjöttetni a sok felségre. Állapot tartott 12. lennára. Kedves közösségek, követek, rúgunk, rohozzáig csapatban, hogy a tagadja ezeket. Kérjük szépen, hogy van napszózat, jó esét kívánok minden kedves nézőknek, Önök a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia közvetítését láthatják a hungarysport.hu és a szombathelyikézilabda.hu weboldalakon és természetesen a közösségi oldalakon is. Szita Róbert vagyok, köszöntöm Önöket. Következik pár perc múlva a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia NB1-es mérkőzés Répcelakról, a Répcevárosi Sportcsanokból. És most nézzük a csapatok bemutatását. Először a vendég Dunaújvárosiak érkeznek. És most pedig a hazai csapat, az SKK a bemutatása következik. Thank you.
nézőink, itt vagyunk újra, a Répce sportcsarnokban is kezdődik a mérkőzés az SKK és a DKK csapatai között. Nagyon-nagyon nagy szüksége lesz a hazai csapatnak mindkét bajnoki pont begyűjtésére, hiszen jelenleg a harmadik helyen állnak a 12. helyen, míg a DKK a csapata a 9. helyen áll 6 megszerzett ponttal. És ebben a pillanatban jelt ad a játékvezető, a hazai csapat Tomasevics, Jovetics, Szendrei, Horészka, Virág Noémi, Varga Niki, Bandelier és Mayer Maja összeállításban kezdett Varga labdával. Bandelier, Virág, Bandelier, Varga Nikit akadályozzák meg. A betörésbe is jön a DKK, üres a kapu. Vezet a DKK 1-0-ra. Bandelier, Virág. A hét közepén kedden a Magyar Kupa mérkőzés játszott az SKK csapata, és Gárdonyban aratott két gólos győzelmet, és ezzel bejutott a negyedik fordulóba. Közben Szendrei Barbara egyenlített. Ez volt az első találata. Szalai a labdával. Marosán György tüzeli az övőit. Szalai a Buti Pruzsina. Szalai nagyon keményen védekedik az SKK, a Horészka lépett ki nagyon durván. Tomasevics üti kapu fölé a labdát, Bandelier rohan Virág a labdával. Egyelőre nagy rohanásban mind a két csapat. Mayer Maja szélen. És Tomasevics helyett Varga Niki a pályán. És ez rengeteg veszélyt fenyeget ez, hogy üres a kapunk. Hiszen adott esetben, hogyha elveszíti a labdát a hazai csapat, már ott is a lehetőség a gólszerzésre. Virág, Szendrei. És megvan a második találat. 2-1. Szendrei Barbara újabb találata révén átveszi a vezetést a hazai csapat. Üres a kapu, nem. Nem volt üres, csak Mayer Maja majdnem meglódult, de nem sikerült az indítás. És egyenlít a DKK a csapata, a gólszerző, a 13-as Szalai Babett. Újra üres a kapunk, Viráglő, és hárít, és üres a kapu, és a kapus mellélő. Csapó Kira volt, aki elkövette a távoli kísérletet. Továbbra is hazardíroz a hazai csapat, 7 mezőnyjátékossal támadunk.
Andelié lövését Csapó védi. Virág szerzett labdát, de sajnos kipattant a kezéről. A mieinknél, Szombathelyeknél Sipeki Flóra, Mayer Fruzsina, bocsánat, Mayer Szabina sérült. Bődő Rebeka vállalta a játékot. Közben újra megszerzi a vezetést a vendégcsapat Szekerc és Luca révén. 2-3 az állás. Varga pályán Tomasevics újra leül. Két beállóval, Horészka és Szendreivel játszunk. Varga Niki a labdával. Bandelier, majd Virág. Jovetic, Varga és 7 méteres. Varga le is jön. Illetve nem jön le, mert ő fogja végrehajtani a 7 méterest. Jovetic jön le és Tomasevics visszaáll a kapuba. Varga labdával. 3-3. Újra a dunaújvárosiak vezetnek a 7. percben 3-4. Virág, Varga, Bandelier, újra Virág Noémi, és elveszik a labdát, DKK támadhat, Butti. Grosz Vivien lövését védte Katerina Tomasevics. Mayer, Maja, Bandelier, Virág a labdával. Ezer sebből vérzik az SKK csapata. Több sérültjük is van, ugye Pöldő Rebeka ugyan vállalta a játékot, de nem kezdő. És a fiatalok közül pedig Pöldör Blanka van ott a keretben. Virág, vagy Varga Niki, újra Bandelier. Óriási gól, Varga Niki második találata. És sajnos Tomasevics nem ért vissza a kapuba, DKK nagyon könnyű gólt szerzett. Vált is Marosán György két beállóról, és a fiatal Pöldör Blanka, 16 éves a pályán, Horváth Petra átlövőben. Pöldör Blanka az irányító, óriási megtiszteltetés ez számára. IP csapatunk és NB1B-s csapatunk házi gólkirálynője, sajnos azonban eladták a labdát, üres a kapu. Ez nem biztos, hogy eredményre vezet a jövőben. 4-6. Szendrei, Varga Niki, Norváth Petra és Virág Noémi a labda útja. Mayer Maja lépett be, és megvan az 5. találat.
Marosán György azt mondta a mérkőzés előtt nekünk nyilatkozva, hogy rendkívül nehéz mérkőzésre számít, de hiába vérzik ezer sebből a csapat, rendkívül szükség van a két pontra, és rendkívül szükség van a hazai szurkolók támogatására is. Nos hát a Répce sportcsarnok megtelt, most is mintegy 300-an figyelik a helyszínen az összecsapást. Szalai. Tomasevics véd, és már indít is. Jovet is megszerzi a labdát, de mintha lökés lett volna, de nem veszik el a labdát. Szalai újra a labdával. Óriási rohanásban mindkét csapat. És sajnos Gross Vivien góljával 5-7-re módosul az állás. Szendrejelt Borészka jön be. Virág. Majer zavaró repüléssel. A Virág, Varganiké, a Jovetics a labda útja. Majer Maja hiába ugrik be a labdáért. Illetve nem is hiába, hiszen a Csapókira ugyan védte a labdát, de sárgalapos figyelmeztetés kapott a 25-ös Buti Fruzsina. Virág a labdával, majd Varga. 12. percben járunk, 5-7 az állás. Horváth Petra. És megvan a hatodik találat. Borészka védekezett keményen. Szalai volt az áldozat. Buti. Tomasevics megszerezett, de aranyos Majer Majához nem jut el a hosszú indítás. És megint létszámfölényben a dunaújvárosiak Szalai. De óriásit védett Tomasevics. Kazai Anita lövését állította. Ezzel továbbra is 6-7, amikor a 13. percben járunk. Varga, a Jovetićet elrántották. 2 perces kiállítás kapott a 25-ös messzámú Buti Fruzsina. De 7 méteres nem jár, szabad dobás következik. Virág, Szendrei. Jovet is nem éri el, sajnos magas volt Virág Noémi indítása. Marad a 6-7. Triscsuk, Szalai. Szekertés, majd újra Triscsuk a labdával. Kazai, Szalai, Szekertés. Szalai indítja meg, Bandeli és Soriszka jól elzár. Triscsuk a labdával. Szépen védett Tomasevics, üres volt a kapu. Nem vettük észre, Jovet is rohan, Horészka, gól! 7-7, 15. perc.
Lassan az első félidőt fejéhez érkezünk, amikor 7-7 az állás. A mieinknél Szendrei Barbara és Varga Niki 2-2 alkalommal, Maier Maja, Horváth Petra és Lilia Horészka. Egy-egy alkalommal volt eredményes, így jött ki a hét találat, Triss Csukalabdával. Elveszik a játékvezetők, üres a kapu, Szendrei, és gól, csak éppen nem adták meg a játékvezetők. Belesípoltak, úgyhogy Tomasevics indításával folytatódik a mérkőzés. Szendrei Barbara. Beletelt a 2 perces kiállítás. Maradt Horváth Petra a pályán. Szendreit hívja le közben Marosán György, és Biljana Bandelier újra a pályán. Ő még adós a gólszerzésre, de amúgy nagyon jól játszik. Horváth Petra. Horészka. Indul a figura. Varga Niki. Sajnos ez nem ért célt ez a lövés. Marad a 7-7. Horészka kapott sárga lapot. És még 7 méteres is jár. Szekerc és Luca, néz farkas szemet Tomasevicssel. Sajnos a dunaújvárosi játékos győzött. Újra a DKK vezet 7-8. Varga, majd Jóveti csalabda útja. Maier, Bandelier, Horváth Petra. Varga Niki labdával, de sajnos elveszti, kiesik a kezéből, és rohannak már dunaújvárosiak. Tomasevics hatalmasat védett. Grosz Vivien lövését hárította. 7-8. Újabb csere. És Pődör Rebeka lép pályára. Sérüléséből épp hogy felépülve, vagy inkább még ezt sem mondanám. A NECA elleni ifi mérkőzésen sérült meg Beki. A 18 éves fiatal irányító, nagyon nagy szükség van rá. És 7 méteres következik, újra Varga Niki áll oda a büntetővonalhoz, cserének a kapuban. De Varga Nikit ez nem zavarja. Harmadik találatát szerezte ebből, 2-t 7 méteresből. 19. percben SKK, a DKK 8-8. Szalai. Tomasevics véded, de 7 méteres padnak. Szendrei Barbara szabálytalankodott. És újra Szekerc és Luca áll oda a büntetővonalhoz. Tomasevics ezúttal sem tud hárítani. 8-9. Pődör, Bandelier, Maier a labda útja. Pődör, vagy Varga Niki, Maier Majával szabálytalankodtak, jár a szabad dobás,
Csapó Kira hiába nem ért egyet ezzel az ítélettel. Marad a szombathelyieknél a labda. Bandelier, Pöder, Horiszka nem tudja megszerezni a bejátszást. És rohannak a dunaújvárosiak. Óriá... És két perces kiállítás kap a dunaújvárosi játékos. Sirián Szederke. De hiába kap két perces kiállítást az ellenfél, marad a dunaújvárosiaknál a labda. A 20. perc végén 8-9 zárás. Szekercés. Buti, nagy szalai a labda útja. Molnár is a pályán. Szalai. Passzív játékot jeleznek a játékvezetők, itt Tomasev is hatalmasat védett, és eladja a labdát. Összekert Szalai egyedül, ezt már nem tudja állítani. 8-10. Bravúra védett Katalin a Tomasevics, aztán sajnos eladta a labdát. És időt kér Marosán György. A 21. percben 8-10 az állás. Lassan folytatódik a mérkőzés. Érdemes elmondani, hogy a DKK a csapat eddig 7 mérkőzést látszott. Augusztus 31-én 2 góllal győzték le a Békés Csabát, 27-29-re, szeptember 7-én 25-26-ra otthon kikaptak az Ért csapatától, szeptember 13-án 31-23-ra a Fradi verte meg őket, szeptember 21-én 27-27-es döntetlent játszottak. Október 12-én 27-20-ra sikerült győzniük. Október 16-án Debrecenben 24-24-es döntetlen. Majd október 25-én Győr csapatától szenvedtek vereséget 21-34 arányban, ez azt jelenti, hogy két győzelem, két döntetlen és három vereség áll a nevük mellett, 7 pont a 9-ek közben. Maier Maja hosszan, magasan ejti a labdát, sajnos a fölé ment a lövés. És most a ellenfél csapata, György László is időt kért. 8-10-es állásnál 22. percben vagyunk. György László mérkőzés előtt elmondta, hogy jó és rutinos társaságnak tartja az SKK a csapatát. Nagyon észnél kell lenni, mint fogalmazott a mérkőzés előtt a vendégek vezetőedzője. Azt mondta még, hogy nyerhető meccs, ha tisztességgel, becsülettel, és minden játékos 100%-ot nyújtva lesz ott a pályán. Hát majd ez elválik, minden esetre eddig 8-10 az állásék, ők vezetnek.
remélhetőleg nem sokáig lesz ez így. 22. percben, tehát SKK a DKK 8-10. Szalai majd Buti a labdával, szekercés. Bandelier, majd Tomasevics a labda útja. Virág. Bandelier. Varga Niki törbe, és lő egy óriási gólt. Ferenci. Buti, majd Szalai a labda útja. Molnár is hozzáér. 9-10 az állás. Szalai. Csapó közben visszajött. Varga Niki lövését hárított a Csapó Kira. És közben egy helyzetjelentés Székesfehérvárról, Albafehérvár, Falkó, KCM1-es kosárda mérkőzésen 1/4 után 15-20 vezett át a szombathelyi csapat. Jovetic, Bandelier, Horészka, megvan a tizedik gól, 10-10. Szalai, Buti. Belemenés fújnak a játékvezetők. Bandelier indít, Tomasevics. Ezer pokon ég a csapat, ezer pokon ég Marosán György. Közben Pöldör Blanka jön vissza, a Mayer Maja helyén pedig Virág Noémi játszik. Marad az állás 10-10, Szalai a labdával. Molnár. És mellélő.
Óriási mérkőzés, 26. percben tartunk. Tomasevicsnek nem sikerül kibogarászni a hálóból a labdát. Most igen. 10-10. Szombathelyeknél Varga Nikellek eredményesebb 4 góra, Horiszka és Szendrei 2-2. Majer Maja és Horváth Petra 1-1 gólt lőtt. Varga! Pödör Blanka. Horiszka. Vandelier. Jovetic, Varga, sajnos nem tudta megkaparintani Pöldör Blanka a Vandeli átadását. 27. perc, 10-10. Buti. Szalai. Már lepújták a játékvezetők. Szabadobás következik. 28. percben járunk már. Továbbra is eldöntetlen az állás. Szalai, Sirián. Újra Szalai. Tomasevics véd. Tomasevics talán megtalálta védő felszerelését. Közben Szendrei Barba ellen szabálytalankodott Ferenci Fruzsina. A két pődör egymást váltja, Blanka helyett Rebeka a pályán. Pődör Rebeka sérülten is vállalta a játékot, Szendrei a labdával, vagy Bandelier. Nagyon kemény a mérkőzés. A Sirián birkózta le Pöldört. Sajnos ez fölé. Tomasevics ezt is védte. Szendre indít, Virág. Szendrei Barba lehet, Maier Maja. Lassan az utolsó percbe fordul az időmérő. Óriási küzdelem van a pályán. Virág, Pöldör. Virág, Bandelier. Gyönyörű, óriási gól. Tíznél először vezet az SKK csapata. És egy belemenést fújnak, még akár még egy találat is belefér. Szendrején Pöldör Rebeka pályán. Fél perc van hátra. Pöldör egy Virág a pályán. És Marosán György időt kér 20 másodperccel az első fél idő vége előtt. Valamit ki fog találni biztosan, hogy sikerüljön akár két góllal is elhúzni. A parketten a High Heels Queens szórakoztat, szombathelyi táncos lányok igazán szórakoztató produkcióval állnak elő. Időkérésekkor és a mérkőzés szünetében fél idő esetén.
Nézzük, mit talált ki Marosán György. Húsz másodpercünk van megtudni, hogy mit talált ki Marosán György. Varga Niki a labdával Tomaševićet lehozza Marosán. Heten támadunk. 15 másodperc. Virág. 10. Bandelier. Szendrei. Virág. Már csak 5 másodperc van. Virág. Bandelier. Oriszka. És időn túli 7 méteres következik. A Bandelier közben összeesik a parkettán. Reméljük, hogy nincs semmi komolyabb problémája. Legyen úgy. És Varga Niki áll oda a 7 métereshez, meg lehet az 5. találata, nézzük. Igen, megvan, 12-10. Varga Niki 5. találata, és ezzel első félidő végén, 30 perc játékidő után 12-10-re vezet a hazai csapat, az SKK. Azt hiszem, óriási küzdelmet láttak az elmúlt mindegy 30 percben, kedves nézőink, ne menjenek messzire, hiszen hamarosan folytatjuk a közvetítésünket. Még egyszer a félidőben SKK, DKK 12-10.
3 másodperc és kezdjük a második félidőt. Kedves nézőink, újra itt vagyunk Répcelakon a Répce sportcsarnokban. Folytatódik a mérkőzés a SKK, a DKK a csapatai között. Óriási küzdelem zajlott az első félidőben, amelyből a hazaiak jöttek ki eddig jobban. 12-10-re vezetnek, és ez azt jelenti, hogy nagy lépést tehetnek a fölzárkózás reményébe. Varganiki 5 gólos, Szendrei Barbara, Horészka 2-2, Majer Maja, Horváth Petra és Bandelier 1-1 találattal járult hozzá eddig a vezetéshez. Ez azt jelenti, hogy SKK, DKK 12-10. Jobban kezdtek a vendégek, hiszen 10 perc után már 5-6 volt az állás, majd a 20. percben 8-9-et mutatott az eredményező. Az utolsó percek azonban egyértelműen a hazaiaké voltak, így jelenleg 12-10. Telt ház, mindegy 300 néző buzdítja az SKK csapatát. Tomasevic hatalmasat. És a miénk a labda. Virág Noémi fantasztikus küzdeni akarásra szerezte meg azt. Bandelier a labdával, majd Pődör Blanka is pályára lép. Az SKK jelenleg Tomasevic, Szendrei, Horészka, Bandelier, Pődör Blanka, Virág Noémi és Diana Jovetic összeállításban a pályán. Hihetetlen, hogy egy 16 esztendős játékos irányítja az NB1-es csapatot. Virág törvedel megállítják. Pöldő Blanka pályafutása során már túl van az 1000 megszerzett találaton. Most azonban Csapó Kira hárítja a lövését. Szalai, Búti, sajnos ezt szépen csinálták, szépítettek. Sirián Szederke révén 12-11. És itt van Szombathelyen szinte mindenki, aki számít, itt van Répcelakváros polgármestere, és itt van a múlt héten felálló, illetve ezen a héten megalakuló szombathelyi közgyűlés több tagja is, többek között a sportért felelős alpolgármester Horváth Attila is nyilatkozott nekünk a mérkőzés előtt, és ő is mind a kézilabda nagy barátja, sőt, fiatal korában ő is kézlabdázott, ő is hazai győzelemben reménykedett. Jovetic a labdával. Pöldör Blanka. Sirián szabálytalankodott ellene. Horészka. Pöldör. Belejének a lövésébe. Sarokdobás következik. Virág. Pöldör Blanka, Bandelier. És benn van, megadja a játékvezető Bandelier találatát. Kizárom 11-nél szekertést támad. Szekercés, Gross, Buti, Szalai, szekercés lő, Tomasevic véd. Óriási. Majer Maja egy Pöldő Rebeka a pályán.
35. perc, SKK, DKK 13-11. Bandelier majd Pöder, Vinág a labda útja, Horészka beállóban, Szendrei szintén. Pöder. Sérülten is vállalta a játékot. Bandelier lő, óriási gól! Először vezet az SKK csapat a 3 góllal, 14-11. Vajon meddig nyílik az óló? Egyáltalán nyílik-e tovább? Marosán György félelmetes hangulatban, 1000 fokon égve buzdítja az öveit. Most éppen Horváth Petrát igazította el, valószínűleg csere következik. Szekercés, Szalai belement, Tomasevics indít, de nyugalomra int inkább. Szendrei vagy Bandelier. Horváth Petra, nem tudom, behallatszik-e. Zúga mindenki, Szombathelyi. Közben egy helyzetjelentés Székesfehérvárról, Albafehérvár, Falkó. A szünetben 31-50. És zajlik Szombathelyen haladás, Békés Csaba NB1-es, illetve extraligás röplabda mérkőzés is. A hungarysport.hu-n ez is nyomon követhető, akárcsak ez a mérkőzés. Bandelier, Horváth Petra, gól! ...15-11, 4 góllal először vezet az SKK a csapata. Buti. Szekerces. Két perces kiállítást kap Lilia Horészka. Sirian Szederkeivel szemben szabálytalankodott az ukrán légiós. Marosán György még elmagyarázza a játékvezetőnek, hogy szerinte nem így történt. 14-11, amikor a második félidő 7. percében tartunk. Közben kapus cserélt az DKK csapata. Zsenyen azt tolják a kapuban csapó Kira helyén. Szekercés. És sajnos szépítenek. Kazai Anita volt a gólszerző. 15-12. Kapus lehozta a Marosán György, és 7 mezőnyjátékossal támad a csapat. Horváth Petra, Bandelier, Virág. De újra Bandelier. Majer Maja. És elveszik a labdát sajnos 8. percben, támadhat a DKK. Szekercés. Jovetic labdát szerez, és visszaadja a labdát. Nem hiszem el. Szekercés.
Buti, Szalai, bocsánat, Ferenci volt a labda útja. És elveszik a játékvezetők a Dunaújvárosiaktól is, valószínűleg lábat ért Horváth Petra, majd Vandelier labda útja közben szekedzés helyén. Nick Victoria, az hazaiaknál pedig Csire Fanni áll be Szendrei Barba a helyére. Horváth Petra, majd Vandelier. Virág, Vandelier, beleértek a Dunaújvárosi védők, így ment kapu mellé, sarokdobás, Jovetic. Horváth, Vandelier, Virág, szabálytalankodott Ferenci. Marad a hazaiaknál a labda. Óriási Eberről bedobással küzd mindkét csapat. A 40. perc végén Virág. És Horészkát akadályozzák meg a labda megkaparintásában. És kettős kiállítás. Ferenci és Horészka is kiáll 2-2 percre. Kicsit összekülönbözött a két játékos. Üres a hazai kapu, Szendrei a pályán. Horváth Petra, Vandelier, fölmegy és lőhet hatalmas gólt. Ez volt a negyedik találata Béljan a Vandeliernek. 16-12. Ferenci 16-13. Stoják jött vissza a Dunaújvárosi kapuba. Szendrei, Horváth Petra, Tomasevic lejön, Csire beáll. És közben Gadányi készül a mi kapunkba. Vandelier, gól! Vandelier ezzel utolérte Varganikit a házi gólövő listán. 5-5 gólos mind a két játékos. Szendrei kétszer, akárcsak Horiszka kétszer volt eredményes, Horváth Petra is. Majer Major volt még egyszer eredményes az hazaiaknál. 17-13. Gross Viktória emelt át Gadányi Maján, 17-14. Abban biztosak lehetünk, hogy soha nem adja fel majd a vendégcsapat. És végig óriási küzdelmet láthatunk. Ferenci a pályán. Vandelier. Virág. Szendrei. Amennyiben sikerülne a szombathelyeknek győzni, ez lenne az első hazai győzelmük, hiszen a NB1-es történetük első győzelmét Monoron aratták a Szisa ellen, és az Albafehérvár ellen volt egy hazai X. Horváth Petra lő gólt! Újra 4 gól a különbség, 18-14.
szekercés. Csire megszerezte a labdát, de sajnos már előtte szabálytalanság előzte meg a labdaszerzés. Közben György László időt kér. 14. perc közepén, SKK, DKK, 18-14. Helyzetjelentés Székesfehérvárról, Albafehérvár, Falkó 38-55, itt pedig 18-14-re vezet az SKK a csapata. Szekerce és majd Szalai a labda útja. Vajon mit talált ki György László? Gadányi védett hatalmasan. Vandeliért Goriszka a pályán, Horváth Petra, Pődör Rebek a labda útja, és Virág Noémi is hozzáér. Szélen Jovetic. És Csire Fanni. És megadta a gólt Pődör Rebekának, sőt két perces kiállítás. Nick Victoria kapott két percet. Először vezet az SKK 5 góllal, 19-14. Szekercés, Horváth Petra megállítja Szalai. Láthatóan nem találja az ellenszerét a nagyon kemény védekezésnek a dunaújvárosi csapat. Szekercés. Trisciukot állítják meg. Bandelier két perces kiállítást kap. Nem tudjuk, hogy miért. Szekercés, Szalai majd Trisciuk a labda útja. Horiszka óriási blokkolt. Trisciuk. Szalai. Szekercés labdáját. Kirúgja a Gadányi, de belemenés bújnak a játékvezetők. Csire. 19-14, kapus nélkül az SKK, Tomasevicsi lejött, Pődör a pályán. Horváth Petra.
Böder, Virág, Jovetic, Horváth Petra, Csirefanni, és óriási gól! Bravo! Szombathelyek saját nevelésű játékosa Csirefanni góljával 20-14, és még egyszer elmondom, még 6 góllal nem vezetett a szombathelyi csapat. Ez azt jelenti, hogy 8-4 a második félidőben a hazai csapat javára. Szalai. Kadányi vég. Nagyon jó kocserét Kapus Marosán György. Tomasevics helyén Kadányi Maja újabb bravúrt mutat be ezzel. 20-14. Böder. Óriási akarás, mindenki ki akarja venni a részét a sikerből. Böder Rebeka, Horváth Petra, Virág Noémi, gól! 21-14. Először vezetett 7 góllal a szombathelyi csapat, közben 21-15. A Horészka góljával 22-15, amikor már csak 10 perc van hátra a második félidőből. Támadnak a dunaújvárosiak szekercés labdával, nagy Triscsuk. Horváth Petra jól blokkolt. Nagyon jól védekezik a szombathelyi csapat, hihetetlen, hogy 15 gólon tartja jelenleg a vendégeket. Dunaújvárosiak szépítenek 22-16. Böder, Szendrei,
Jovetic. Ödör, majd Bandelier labda útja. Sajnos ez kimarad. 22-16, egy hosszú indítás, de nagyon hosszú indítás. Kazai Anita nem tudta elérni, marad az eredmény. Virág! 6 gól a különbség, 8 perc van hátra, de női kézilabdáról van szó, nem mondhatjuk, hogy eldőlt a mérkőzés. Horváth Petra vagy Virág? Belemenést bújnak a játékvezetők. Stojak indított a szekercés. Szalai jön vissza, Trisztyukot is lehívja a vezetőedző és Ferenci a pályán. Gross, Szalai, Ferenci a labda útja. Indul a figura, a szekercés, Szalai, újra szekercés, és ez egy belemenés. Bravo! Szendré és Csire fantasztikusan zárt össze. Újra Pöldör Blanka a pályán, ő irányítja a SKK csapatát. Itt is belemenést fújtak a játékvezetők. Szalai. Trisztyuk, kapufa, Csire megszerzi a labdát. Hat perc hátra a mérkőzésből, 22-16. Szerintem ez megvan, ez a mérkőzés. És egy időkérés, 5 perc 20 másodperccel a mérkőzés vége előtt, 22-16. Lassan érdemes megvonni az eszenciát. Nagyon fontos mérkőzés mind a két csapat részéről. Az SKK a 3, a DKK a 6 ponttal állt a mérkőzés előtt. Az SKK egy esetleges győzelemmel fölzárkozna közvetlenül középmezőny mögé, és a kieső jelöltektől eltávolodna. Fontos lenne, hiszen a Szent Istvánese is megszerezte első pontját a hétvégén. A Váciakkal szemben így már mindenkinek van pontja a Kántán női kézilabda ligában. Amennyiben az SKK győz, 5 pontos lesz. Bandeli és Varga Niki 5-5 gólt szerzett, Horészka 3-at, Szendrei Barbara és Horváth Petra
bocsánat, Horváth Petra is 3-at, Szent Rébalkal 2-t, Virág, Csire és például Rebeka 1-1 gól. Az a jobb oldalán ezzel 22-16, amikor már csak 5 perc van hátra a mérkőzésből. Gross, Buti, Szalai, Szekerces, Szekerces lő gólt, ezzel 22-17. Közben egy jelzett lenti Székesfehérvárról, Albafehérvár, Falkó 55-65. Horészka, Szendrei. Virág Noémi. És megállítják a játékvezetők az órát. Szendrei Barbara ellen szabáltalankodtak, közben Horváth Petráére. Vigyán a Bandelier érkezik. A mezőny talán legjobbja. Virág. Kevesebb, mint 4 perc van hátra a mérkőzésből. SKK, DKK 22-17. Répszalak, Répsz, sportcsarnok, Bandelier lövését blokkolják, de szabálytalanság előzte meg. Horészka. Bandelier Stoják védett. Nem tudnak gyorsan indítani, Sztolják, majd Gross a labda útja. 3,5 percnél is kevesebb van már hátra. De nem adja fel a DKK-a. Eladják a labdát. Még közelebb zárkoznak a dunaújvárosiak. Sirián Szederke révén 22-18, 2 perc van hátra, ez már megvan, ez a kézben van, ez a 2 pont. Az ezer sebből vérző szombathelyiek Répcelakon begyűjtik újabb 2 bajnoki pontjukat, és ezzel 5 pontosak lesznek a Kántán női kézilabdaligába. A Dunaújváros marad 6 pontos. Virág Noémi ellen 7 méteres. Óriási szabálytalankodtak, és még 2 perces kiállítás is jár. Jovetics jön le, és Varga Niki lesz az ítélet végrehajtó. Nézzük, vajon meg lesz a 6. gólja Nikinek. Varga Niki. Kapuban Zsejjen a Sztolják. Sajnos véd a dunaújvárosi kapus. És 2 perces kiállítást kap Szendrei Barbara a túlzott keménységért. Másfél perccel a vége előtt 4 góllal
vezetett SKK. Közben véget ért a harmadik negyed Fehérváron. Alba-Fehérvár, Falko 57-68. Szalai várja az átadást Stojaktól, de már kevesebb, mint másfél perc a hátra. Szalai lövését Gadányi védte, de belül védekezésért 7 méterest adnak a játékvezetők. Az órát nem állították meg Szekerc és jön. Szekerc és Gadányi véd. Kedves nézőink, óriási mérkőzést láthatott a kilátogató, mindegy 300 néző, és remélhetőleg a szombathelyi kézilabda.hu és a hangerisport.hu közvetítésén keresztül még sok száz, illetve ezer néző, akár Dunaújvárosban, akár Szombathelyen. SKK, DKK, az utolsó percben 22-18 elveszik a labdát a játékvezetők. Indulnak a dunaújvárosiak. Szekercés a labdával. Áll a publikum mindenhol, minden répcel, aki szurkoló, illetve szombathelyi vasik. Szurkoló is örül, Gadányi indít, Jovetics, gól, 23-18, az utolsó másodpercben. Óriási győzelem. Megvan az idei, megvan az NB1-es történet első hazai győzelme. 23-18. Marosán György és Farkas József ölelkezik össze. És az egész csapat. Azt hiszem, ezek az örömpillanatai, szenzációs mérkőzést láthattunk. Kedves nézők, lassan búcsúzom. SKK a DKK 23-18. Legközelebb november 9-én a szombathelyiek Budapesten az MTK ellen szerepelnek. Bízunk benne a hasonló sikeres folytatásba. Még egyszer, tehát a végeredmény SKK, a DKK, a 23-18, a viszontlátásra, a viszonthallásra.